elrontottam. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban 10 plusz egy gyerekkönyvet ajánlok, nem csak gyerekeknek. Én már rájöttem, hogy igazából kétféle kategóriában olvasok könyveket, az egyik a fantasy, de nem a young adult féle, a másik pedig a gyerekkönyvek, vagy hát ilyen gyermek és ifjúsági könyvek, amit a 8-12 éves korosztályba ajánlanak, és én az összes ilyen könyvet kb. 15-6 évesen olvastam, szóval ez is bizonyítja, hogy nagyon szeretem a gyerekkönyveket, és hogy gyermek lelkem van. C.S. Lewis is azt mondta, hogy egy gyerekkönyv, amit csak gyerekek élvezhetnek, az nem egy jó gyerekkönyv. Ezek a könyvek, amiket én most említeni fogok, jó gyerekkönyvek, mert nem csak gyerekek élvezhetik. Az első könyv egy nagyon sokat emlegetett könyv általam, mint hogy a kedvenc könyvem, az egyik kedvenc könyvem, a kedvenc íróim közül, a kedvenc sorozataimból. Szóval igen, ez a Villámtolvaj Rick Riordantól. Ez volt az első könyv, ami rávett engem arra, hogy olvassak, és hát ezért nekem ez szentimentális értékű ez a könyv. Tehát én ezt nagyon szeretem, és tényleg ezt mindenkinek ajánlani fogom bármikor, amikor alkalmam nyílik rá, mert mindenkit rá akarok venni, hogy olvassa el Rick Riordan könyveit, és ezért is mondom a Percy Jackson és az Olimposziak sorozatot, mert ez egy tényleg nagyon jó sorozat gyerekeknek, és Rick Riordan első nagyobb, illetve hát híresebb sorozata, és ugye ezt követi az Olimposz hősei, de én mikor olvastam, én úgy éreztem, hogy azért Rick Riordan is fejlődött írás közben, és az Olimposz hősei az szerintem kicsit komolyabb hangvételű, mint a Percy Jackson és az Olimposziak. Szóval ez még a kisebb gyerekeknek még jobban élvezhető, vagy hát még kisebb gyerekeknek jobban emészthető, mint mondjuk az Olimposz hősei, vagy a későbbi sorozatok, bár mindegyik ugyanabba a kategóriába van besorolva, tehát mindegyik Rick Riordan könyv middle grade, azaz gyermek és ifjúsági könyv. Egy másik szintén nagyon ismert gyerekkönyv a Harry Potter és a bölcsek köve. Szerintem így nagyjából ez az egyik leghíresebb és nem klasszikus gyerekkönyv, bár már szerintem lassan a klasszikus felé evickél. De még nem tudom, a Harry Potterhez kell-e magyarázat, hogy miért jó gyerekkönyv. Csak jó. Ez ilyen elfogadott tény számomra. A harmadik gyerekkönyv J.R.R. Tolkien-től a Hobbit. Ez még a fiatalabb korosztálynak szól, mint hogy a Gyűrűk Ura azért már másabb írás stílusban is, meg a történet is töményebb, és több odafigyelést és koncentrációt igényel, és még egy felnőtt is nagyon könnyen el tud benne veszni, míg a Hobbit az még jobban látszik, hogy gyerekkönyv, mert hát rövidebb is, szerintem egyszerűbb a nyelvezete is. Ebből a szempontból ugye nem olyan, mint a Gyűrűk Ura, hogy hosszadalmasan meséli az eseményeket, és nagyon részletekbe menően, mert itt azért pörgősebb haladnak a kalandokkal, ahogy mennek a magányos hegyhez. Én ezt speciál a Gyűrűk Ura után olvastam, de érződött is rajta nagyon, hogy azért ez nem a Gyűrűk Ura, mert ez tényleg könnyebben emészthető volt. A negyedik, Cressida Cowell-tól az Így neveld a sárkányodat, az egész sorozat, meg ez az első könyv, bár az tény, hogy ahogy haladunk a sorozat részeivel a 12. felé, egyre komolyabb hangvétele van az egész sorozatnak, szóval ez az első rész, ez még tényleg látszik, hogy 10 éves gyerekeknek íródott, mert nagyjából ebbe a korkategóriába van ez a könyv besorolva. Gondolom, a filmből természetesen szerintem nagyon sok embernek ismerős a történet, és nem győzöm elégszer elmondani, hogy a film és a könyv két teljesen külön világ, és nagyon sokszor olvasok olyan értékeléseket, amik mindig azt mondják, hogy mert hogy ez a könyv nem olyan volt, mint a film, és ilyenek, és Én nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, függetlenül attól, hogy nem olyan, mint a film, és tényleg azon múlik, hogy az ember tudja élvezni ezt a könyvet, hogy el tud-e vonatkoztatni a DreamWorks-ös animációs filmtől, mert egyébként ez egy nagyon-nagyon jó történet, és nagyon jól meg is van szerintem írva. Ez egy gyerekkönyv. Ettől függetlenül én tényleg az egyik legjobb olvasási élményemet ezektől a könyvektől kaptam. Azért mondjuk az utolsó részek felé, mikor odaér az ember így az utolsó két-három részhez, az azért már nem annyira mondani, nem, hogy 10 éves gyerekeknek annyira ajánlott. A következő C.S. Lewis-tól a Narnia krónikái, ez most kronológiailag az első rész, amit itt felmutatok, a
varázsló unoköccse. Ugye ezek a könyvek ezek kicsit bonyolult sorrendben lettek, mert hogy az oroszlán, a boszorkány és a ruhás szekrény volt először kiadva, de a történet kronológiai szempontjából ez az első rész. A Narnia krónikái szerintem a filmekből azért azok is eléggé ismertek. A filmeket imádtam. Én 2016-ban olvastam először a Narnia krónikáit, és hát angolul, és így kicsit furcsa volt, mert hát a nyelvezete azért nem pont az az angol, amit már én tanultam, de ettől függetlenül ezek is nagyon élvezetes gyerekkönyvek voltak, és azért is volt nagyon jó elolvasni őket, mert ugye van a három film, és én csak azt a három filmet ismertem, és így, hogy elolvastam mind a hét részét a sorozatnak, így megkaptam a teljes képet. És nagyon jó könyvek, és egyébként ugye azért is nagyon jó gyerekkönyvek, mert hogy nem túl hosszúak. Jó, a 7-1-ben azért már hosszú, de egyesével elég rövidkék. A következő gyerekkönyv a Leleményes Hugo Cabré. Ránézésre ijesztően vastagnak tűnik, de ennek a fele vagy háromnegyede illusztráció. Ebben ugye Hugo történetét követjük, ahogyan egy vasútállomáson javítgatja az órákat. Hugo próbál megjavítani egy automatont, és ez keveri bele őt különböző kalandokba. És ez egy nagyon aranyos történet, és nagyon annyira aranyos. Én annyira élveztem, és nálam igazából plusz pont, amikor egy gyerek, sőt, amikor egy akármilyen könyv illusztrált, mert imádom nézegetni az illusztrációkat. Amikor én kicsi voltam, nagyon sokszor megnéztem a Malac a Pácban című mesét. A Penguin kiadónak van egy Puffin imprintje, és egyszerűen gyönyörű kötésben adja ki a gyerekkönyveket, szóval most gyűjtöm, így megszereztem könyvben is a Malac a Pácban című könyvet. Annyira szépek ezek a borítók. A történetünk főszereplője Wilbur egy kismalac, és arról szól a könyv, hogy hogyan érik el, hogy Wilburből ne legyen vacsora. Igen, így elmondva annyira nem tűnik gyerekkönyvnek egyébként, de az tényleg, és ugye megismerkedik Charlotte-tal, a Pókkal, aki segít neki, és nagyon aranyos ez is, és újra kéne most kedvet kaptam az, hogy újra nézem a mesét. Nagyon aranyos, én ezen is sírtam. Pedig tudtam, mi lesz a vége, meg hogy lesz a vége, mert hát láttam a filmet, de ja. Esküszöm, gyerekkönyveken sírok a legtöbbet. A következő könyv egy olyan könyv, amiről biztosan tudom, hogy még nincs magyar fordítása, és nem tudom, hogy lesz-e, de én ezt a sorozatot idén fedeztem föl, és nekem nagyon megtetszett. Részben, mert Rick Riordan ajánlására olvastam el, részben, mert kb. Olyan, mint a Percy Jackson és az Olimposziak, és hát itt már garantált volt, hogy imádni fogom. Ez pedig Joshua Kahntól a Shadow Magic sorozat. Ez egy trilógia, két részét már olvastam, mind a kettőt imádtam. Hát ez egy ilyen dark fantasy-szerűség. Az a lényege, hogy van a mágiának hat háza, és mi a Shadow család otthonába érkezünk, és így kell megoldani, hogy ki akarja megölni az utolsó család, élő családtagot, és nagyon jó, és a két főszereplő imádnivaló, én nem tudom, kb. Amint először találkoztak, én már sippeltem őket. De ez egy gyerekkönyv, és 12 évesek, szóval azért visszafogom magam, de nagyon jó. És hogyha valaki kedvet kapna hozzá, hogy angolul elolvassa, én ezt is csak ajánlani tudom. És tényleg olyan, mint a Percy Jackson és az Olimposziak, vagy hát nekem olyan volt. Tavalyi évben olvasott egyik legkedvencebb könyvem volt a Fiú, akit karácsonynak hívtak. Na már most, ezzel a könyvvel azért én úgy vagyok, hogy azért egy 8 éves kezében nem adnám oda, de lehet, hogy még egy 12 évesnek se, mert azért nem az a tipikus végig vidáman ugrálunk a hóba a manukkal típusú történet. Ezt a könyvet inkább nagyobb gyerekeknek meg felnőtteknek ajánlom. De imádtam, annyira jó volt ez is. Ezen is sírtam, mert mindenen sírok. A tizedik könyv egy olyan könyv, amiről mostanában szerintem nagyon sokat beszéltem. Legalábbis azóta, amióta olvastam, mert abszolút imádtam, és annyira aranyos volt ez is. Ez pedig Wendelin van Darentől a Szerintem szerinted. Jól tartom? Jól tartom. Becsapós a kis csirke miatt, hogy hogyan kell tartani. Ebben a történetben Bryce-t és Julie-t követjük végig az évek során, ahogy sikerül összebarátkozniuk, vagy nem. Tehát azért vannak bonyodalmak a kapcsolataikban, mert az elején az egyikük nem akarja, hogy a másik a barátja legyen a szán. A másik nem akarja, és de abszolút annyira aranyos, és
tényleg a film is, meg a könyv is, és a film meg a könyv egyébként meglepően hasonlít. Ennek a film adaptáció nagyon jó lett. Nagyon. Nagyon gyorsan. Erről a könyvről nem fogok sokat beszélni, de azért beleraktam, mert ez is ez a kategória, ez a Futótűz, a Csikó, aki tűzben született sorozat első része. A főszereplőnk Phoenix, és róla kiderül, hogy neki van egy különleges ereje, képes irányítani a tüzet, és ez különböző kalandokba sodorja. Én ezt a 10+1 könyvet ajánlom gyermekeknek, illetve gyermeklelkűeknek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.